A VSL elképzelése szerint a három párt, a Liga, a DP és a VMS vezetői közvetlen tárgyalással keressenek megoldást a problémákra, mert a vajdasági polgárok érdekeinek kell az első helyen lenniük. A tartományi házelnök azt mondta, hajlandó tárgyalni a kormánykoalíción belül, de Takács Márta kinevezéséről, illetve leváltásáról nem hajlandó vitát nyitni. Ez ugyanis a VMS részéről feltétel ahhoz, hogy fennmaradjon a tartományi koalíció. Az erdőgazdaság igazgatói helye az a Vajdasági Magyar Szövetséget illeti meg. Innentől kezdve, addig, ameddig mi nem gondolunk mást, mint azt, hogy a Takács Márta kell, hogy legyen a megbízott igazgató, addig ő neki kell, hogy legyen. Amikor mást gondolunk, akkor majd elmondjuk, de az, hogy valaki a megkérdezésünk nélkül ezt megváltoztassa, azt gondolom, hogy a mi számunkra elfogadhatatlan. Ez nem csak személyi kérdés, hanem ez intézményi kérdés. Ott, ahol úgy működik a kormány, ahogy csütörtökön láttuk, azt gondolom, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségnek nincs mit csinálnia és nincs mit kezdenie. A demokrata párt optimista a koalíción belüli megbeszélések sikerességét illetően. A koalíción belül vannak problémák, akár csak más koalíciókban, de mi a korábbiakhoz hasonlóan ezeket is megbeszélés útján rendezzük. A tartományi koalíción belüli vitára legutóbb Takács Mártának a Vajdasági Erdőgazdaság Közvállalat éléről történt leváltása adott okot. A VMS elfogadhatatlannak tartja Takács leváltásának és az új megbízott igazgató kinevezésének módját. A másik két koalíciós partner viszont a másodfokú bírósági döntésre hivatkozik, amely szerint a VMS kádere a pályázat során történt szabálytalanság miatt nem láthatja el tovább a közvállalat igazgatói tisztségét.